Szilárd György, szeptemberi csengetés. Lopva még itt bolyong a nyár, a fák, a házsorok között. Ám az iskola nyitva már, új ruhába öltözött a sok-sok pad, a fal, a tábla, és friss az ablakok világa. Az osztály újra összegyűlt, a nap sütötte sok gyerek, a sok-sok arc mint felderült, sorolva az emlékeket. Ki erre járt, ki arra volt, a sok emlék szinte dalolt. Szép volt a nyár, a víz, a rét, a játék és az utazás. Ott rezdül a hangjukba még, a nagy élmény, a nyaralás. Ízlelgetik a tegnapot, a sok jót, mit a nyár adott. Csipognak, mint a madarak, zsibon tőlük a tanterem, de csitt, csend lesz egy perc alatt, ha tanítójuk megjelen. Igen, a tanító belép, és megkezdődik a tanév. Kedves szülők, kedves kollégák! Ismét elmúlt a nyár, véget ért a vakáció, táskába kerültek a könyvek, a füzetek, a ceruzák, és holnaptól kezdve munkára hív bennünket a csengőszó. A tanévkezdés mindig valami izgalmat hoz. Új könyvek, az új tanárok, az új tantárgyak, az új tanulók keltette bizonytalan izgalmat, vagy a nyári élmények és a viszontlátás örömét. Az iskolában mindig van valamilyen meglepetés ilyenkor szeptember elején. Az osztályteremben, az iskolában, vagy az osztálytársakban történt valami változás. Hát egy-két dolgot most én is elmondok nektek, hogy mi minden történt itt nyáron az iskolában. Kisebb festési és karbantartási munkákat végeztünk a termekben azért, hogy tiszta, szép, fehér tantermek várjanak benneteket. Az elsősöket szeretnénk köszönteni úgy, hogy ők most vadonatúj bútort kaptak a termükbe, remélem tetszeni fog a terem, kérlek majd benneteket, hogy vigyázzatok is rá. Talán már láttátok és a kedves szülők is látták, hogy elindult a hátsó épületnek a felújítása. Ez az épület csak november végére lesz készen, egészen addig nem tudjuk használni, tehát a testnevelés órák addig kint lesznek a szabadban. Osztályfőnökeinket is el fogják mondani, hogy úgy készüljetek, hogy kint fogunk tornázni addig. Reméljük, hogy sikerül tartani az időpontot, nem lesz annyira rossz idő, és november végén valóban be tudunk már menni a szép felújított épületbe. Amire még szeretnélek benneteket kérni az az, hogy látjátok, hogy itt ez régi építési terület, nem is lehet hátra menni, ezt is fogjuk mondani sokszor, hogy innen az épület sarkától kezdve nem mehettek el hátra, csak akkor, hogyha tanárbácsi, tanárnénik testnevelés órára vagy valamilyen foglalkozásra hátra visznek benneteket, tehát csak velük. Erre kérem, hogy tartsátok be, hiszen itt most a baleset veszélynek elég nagy a lehetősége. Milyen események voltak még a nyáron? Volt egy pályázatunk, aminek a keretén belül több tanulónk is részt vehetett két nyári fejlesztő táborozáson, festettetek, tehát festészeten, és az idegen nyelvi angol, illetve a német táboron voltatok Vera nénivel, Éva nénivel, és Claudia nénivel is, aki ugye angol is beszélt, hozzátok. Ezeket a képeket Vera néni kitette már a fali újságra, nézegessétek meg őket, és ha minden igaz, akkor a honlapon is fent lesznek majd a képek a táborról, tehát akkor meg tudjátok nézni, hogy mi is történt ezeken a napokon. Az idei évben az iskolánkban 128 tanulónk lesz. Az elsősök 13-an lesznek. Köszöntelek benneteket, kedves első osztályosok! Számotokra nagy nap, nagy izgalmas nap ez a mai. Végre iskolások lehettetek,
Remélem, hogy jól érzitek majd is magatokat az iskolában. Megtanultok számolni, írni, olvasni. Zita néni az osztályfőnökötök fog ebben segíteni majd nektek. A második osztályosok 13-an vannak. Judit nénivel és Andi nénivel fognak tanulni a fő tantárgyakat, a magyar, a matematikát, környezetet, testnevelést ebben a tanévben. Harmadik osztályosok létszáma 15 fő lett. Irénke nénivel és Kati nénivel fogtok dolgozni a tanév során. A negyedik osztályosok szintén 15-en vannak, most ez úgy alakult ez az év, hogy pont az első másodikasok vannak egyformán, és a harmadik negyedikesek is. Erika nénivel és Éva nénivel lesztek a tanév nagy részében, tehát a délelőtti órák nagy többségében. Az ötödik osztályosok 22 fővel lesznek az idei évben, és osztályfőnökük Vera néni lesz. A hatodik osztályosok 17-en lesznek Jandó Kati nénivel, a hetedik osztályosok 20-an Ildi nénivel, és a nyolcadik osztályosok 13-an Laci bácsival. Így fog alakulni az idei évünk. Hát szeretnénk mindig, hogyha egy kicsit többen lennénk, de hát most az alsó tagozatosok egy kicsit kevesebben vannak, mint az előző tanévekben. Az idei évben is a diák önkormányzat vezetése Vera néni kezében lesz. Kérlek benneteket, hogy segítsetek neki a programok megvalósításában, hogy tudjon a ti munkátokra is támaszkodni. Az informatika oktatás és így a honlapunk szerkesztését is Tibi bácsi vállalja az idei tanévben is. Ezen kívül lesz egy elektronikus hírlevél is, amit a szülőknek szeretnék ajánlani. A tavalyi évben már elindítottuk. Hát elég csekély sikerrel, mert nagyon kevesen jelentkeztek be rá. Az idei évben ezt szeretnénk fejleszteni, és kérjük önöket, hogyha lehet, akkor jelentkezzenek, az osztályfőnökök ezt el fogják mondani, hiszen az információkat könnyebben tudjuk akkor önökhöz is majd továbbítani. Az idei tanévi terveinkről szeretnék röviden pár szót szólni. Tanórán kívüli tevékenységek közül maradnak a sportköri órák, ugyanúgy, mint ahogy az eddigi években terveztük, tehát kézilabda és a labdarúgás sportágakban. Lesz művészeti oktatás is a táltos keretében belül, festészet és néptánctanszakokon, akik szeretnétek majd erre jelentkezni, Kati néninél és Zita néninél lehet megtenni mindjárt az első napokon. A választható órákra már megtörténtek a jelentkezések a tavalyi tanévben, ugye az idegen nyelv, angol, tanulásmódszertan és informatika indul, és osztályfőnökeitek azt is el fogják mondani, hogy ezek hogyan, milyen csoportbeosztásban és mikor lesznek ezek a választható órák. Természetesen hagyományos programjaink is meglesznek a tanév során, mint a Deáknap, vagy az ünnepekhez kapcsolódó programok, a Farsang, a Diáknap, a Gyereknap. Erről időben fogtok majd tájékoztatást kapni. Lesz erdei iskola is, most is tervezzük. A tanévnyitó után az osztályokban el is fogjuk mondani a programot, illetve azt, hogy hogyan és mikor lenne az erdei iskola programja. Tanulmányi kirándulásokat is tervezünk nektek, és elárulom azt is, hogy az idei évben nagyon-nagyon irigyelni fogjuk a hetedik osztályosokat, ugyanis Ildi néni és Timi néni együtt készítettek egy pályázatot, aminek a segítségével a hetedik osztályosok a Vajdaságba fognak utazni egy háromnapos kirándulásra. Úgyhogy köszönjétek majd meg nevelőiteknek ezt a lehetőséget, hogy így természetesen ingyen, hiszen a pályázat támogatja, ha jól tudom, 521 ezer forinttal ezt az utat. Múzeum és színház látogatást is terveztünk, erre is készítettünk egy pályázatot, Kati néni készített el a pályázatot, reméljük, hogy nyertes lesz a pályázat, és akkor a színház látogatást is tudjuk majd támogatni. A tanórák rendje hagyományosan ugyanúgy zajlik, mint az eddigi években, de azért röviden elmondom, tehát az órakezdés 8 órakor van, viszont az érkezés az iskolában 7 óra 45 perckor szeretnénk kérni, főleg a hétfői napokon, ezt is mondani fogják az osztályfőnökök, mert hétfőn 3-4-8-kor becsengetünk már, ugyanis az osztályfőnökökkel beszélgető kör lesz 3-4-8-tól. Tehát mindenkit szeretnék kérni, hogy 3-4-8-ra érkezzetek iskolába, a Puszta Szent Lászlóiaknak a buszra is már kértük, hogy
igyekezzenek egy kicsit, hogy korábban talán ide tud érni a busz, és akkor ti is ide fogtok érni. A csengetési rend az ugyanúgy marad, ügyelet 7 óra 20-tól van, ezt azt kérem, hogy 7 óra 20 előtt ne gyertek az iskolába, illetve csak az jöjjön, akinek a szülei korábban elmennek már dolgozni, akkor viszont kérem, hogy jelezzétek az osztályfőnökötöknek, hogy nektek emiatt korábban kell az iskolába érkezni. Lehetőség van rá, de csak annak, aki külön kéri. Különben nincs itt felügyelet, és nem tudunk rátok vigyázni. A napközis tanórák 16, illetve 16.30-ig tartanak. A házi rendet az első napokban osztályfőnökeitekkel úgyis meg fogjátok még egyszer beszélni, kérlek benneteket, hogy ezt az év során tartsátok be. A tankönyvosztás megtörtént már, akinek hiányossága van, Ildi néninek legyetek szívesek jelezni, ő a felelős érte és ő fogja pótolni ezeket a könyveket. A Puszta Szentlászói tanulók igazolványa osztályfőnököknél van, tehát tőlük kérjétek el, meg is fogjátok kapni itt most az évnyitó után. Ugyan most kezdjük el az évet, vagyis holnapi nap lesz az első tanítási nap, de azért azt is elmondom, hogy mikor lesz az utolsó tanítási nap, ez pedig 2012. június 15-én. Úgyhogy még egy kicsit messze van. Van most pontosan 183 tanítási napotok lesz, úgyhogy ha valaki nagyon számolni szeretné, akkor végig számolhatja a tanítási napokat az év során, és amikor 182-nél tartunk, akkor már lehet örülni, mert akkor az azt jelenti, hogy vége lesz a következő tanévnek is. Természetesen az őszi, téli és a tavaszi szünet idejéről is fogtok tájékoztatást kapni. Az iskola honlapján ezek az időpontok már megtalálhatók, a szülők is meg tudják nézni. És akkor most már nincs is más hátra, hogy miután a legtöbb dolgokról már tájékoztattalak benneteket, hogy megnyissam a tanévet, ezzel a 2011-12-es tanévet megnyitom. Jó munkát kívánok mindenkinek! Pedig a felsős tanulók köszöntik az első osztályosokat. Legyen öröm a tanulás! Hangosabbak ma az utcák, gyerekektől népesek. Valahogyan még a nap is szebben ragyog, fényesebb. Izgatottan várt a napra minden kezdő kisdiák. Az iskola előttük is megnyitja a kapuját. Megtanulnak betűt vetni, a tétó a kiskezek, csengő-bongó szép szavakkal telnek majd a füzetek. Ma, amikor útnak indul a sok kicsi iskolás, kívánjuk, hogy legyen öröm számukra a tanulás. Óvodások voltatok, kisfiúk, kislányok, Tündérország berkeit bebarangoltátok. Iskolások lettetek, mi minden vár rátok, nagy felfedezések, szép kirándulások. Betűországba vezet a tanítónéni, mennyit fogtok ti otthon majd erről mesélni? Számországban elámul a szemetek szátok, a temérdek kincsen, amit ott találtok. Kezdődhet az utazás, a csengő már csenget, kívánunk hát jó utat, s hozzá vidám kedvet! Szalai Borbára, Betűország kincsei, sok újdonsult kisdiáknak kitárul egy új világ, titokzatos Betűország ma nyitja meg kapuját. Csodálatos ez az ország, gazdagsága rengeteg, minden betű kincse térő, titkokat is rejteget, s aki megismeri mind a betű titkait, magáénak tekintheti Betűország kincseit. Pedig az elsősök fognak nektek egy kicsit bemutatkozni, jó? Elsőnek rendszer. Csenge. Együtt mondják a verset, jó? A mikrofonba bele szépen beszéljetek, jó? Szalai Borbála, uton érem a bátyámat. Mit a vadás, irigyeltem, hogy a bátyám iskolás, hogy ő neki gyerekjáték az írás, az olvasás. Csodáltam, hogy milyen szépen formája a betűt, hiába van sok belőlük, ismeri a nevüket.
úgy megy neki az olvasás, akár csak a kis folyás. Hely, gondoltam, mikor lesz már belőlem is iskolás. És most, amikor beirattak iskolába az idén, megfogadtam a bátyám, utolérem bizony én. Köszönjük! Köszönjük! Pedig a Gózsa Blanka következik. Kezd, hely, Zolte, micsoda boldogság! Micsoda boldogság! Iskolás vagyok, titkokat tájok föl, akája nagyok. Iskolás lettem minden növélyem. Könyveit, füzeteit, együtt fogunk járni jeggel kézen fogva, óvoda kapni a titka nézek lobba. Mindjárt meg válnak a számok a betűk, törhetjük eleget makas kis felünk. Fakad mesekön sok kis autó, felkelj a polcra, már csak oda való. Ám megígérem nektek, minden este elmeséljem szépen, mi történt napközben. Mikor nevettünk, mikor szomorkodtunk, melyik órákra kikre gondoltunk. Nektek elárulom szívünk egyik feje, sokáig óvónénénk eljeszteje. Kegem, köszönt a fecske, hová mész te gyerekecske? Mondom neki, hallod fecske, nem vagyok már gyerekecske. Fejszén vágtam kemény fába, sietek az iskolába. Iskolás lesz majd belőlem, sokat tanulhat majd tőlem. Hol a kék sipkád, hol a rossz szipkád.
beszél, hol a kicsi piros orvosságos kapuján. Este megvolt, legszalabra legvolt, este megvolt, legvolt. Este megvolt, legszalabra legvolt, este megvolt, legvolt mi. Nap a végére értünk, megkérem az osztályokat, hogy vonuljanak be a tantermükbe, a további információkat ott fogják megkapni az osztályfőnököktől. Az elsősök pedig velem együtt legyenek szívesek, bejön és kedves szüleiket is szeretettel várom.